Először is szeretném megköszönni a meghívást, mert ugye ez a zene, amit mi csinálunk, ez a tévében nem lehet sokat látni, rádióban se lehet nagyon hallani. És köszönjük a meghívást. A gitár, amiről beszéltél, egyébként az ESP cégnél gyártották nekem, ami gyerekkoromban tehát nekem egy álom volt, hogy egyáltalán egy ilyen gitárt tudjak venni. Most pedig gyártottak a nevemre egyet. Tudni kell, hogy ez a cég gyártja a Metallica-nak, a Slayer-nek a gitárokat, tehát a legnagyobbaknak. Meg is mutatnám ezt a gitárt, mert elhoztuk. Egyébként jól mondta, hogy Gyuri 8-húros, tehát nem a legelső 8-húros, hanem a legelső 8-húros ESP Viper, aminek ez a formája, ő az. Nagyon büszkék vagyunk rá. Úgyhogy hát igazából a sztoriról annyit szeretnék mondani, így a zenekarról, meg rólam, hogy ugye amikor elkezdtem a zenekaromat, akkor ebbe senki nem hitt. Senki, még a saját szüleim se. És mi vagy cigány származásom van, amit soha nem tagadtam meg, sőt büszke voltam rá. Emiatt szó szerint leköptek, belém rúgtak, megvertek, de ez engem nem érdekelt. Tehát mentünk tovább, csináltam. Rengeteg tagcsere volt, még a saját testvérem is hátba szúrt annak idején, de semmi nem tudott eltántorítani attól, amit csinálok, és én azt mondanám, hogy ugye, mint ez az egész konferencia, ami itt van, az arról szól, hogy amiben az ember hisz, azt meg kell, hogy csinálja, és végig kell, hogy vigye. Hogy soha ne adja fel, mindig higgyen magába, mindig higgyen abba, amit igaznak érez a szívébe. Úgyhogy én elkezdtem ezt annak idején, és mindenki le akart róla beszélni, mindenki azt mondta, hogy az az énekstílus, amit ugye most itt hallottatok, ez nem egy romantikus style, de igazándiból ez azért is van, mert én arról éneklek, ami bánt. És szerintem mindenkit bánt valami. Ez biztos, hogy így van. És erről nem lehet mindig úgy énekelni, vagy úgy előadni, vagy úgy beszélni, hogy az ember csak könnyekbe fakad, meg sír, meg csak bánkódik, mert az csak lehúz. Ez a zene viszont energiát ad, erőt ad. Nagyon sok olyan levelet, meg személyes beszélgetésem volt olyan rajongókkal, akiknek a legnehezebb élet szituációjába segített az Ektomorf zenéje. Tehát olyan emberekkel is, akik nagyon súlyos betegek. Tehát tolószéba, vagy akár rákjuk van. Úgyhogy azt mondták nekem, hogy a zene, amit mi csinálunk, ami egy ilyen zene, a mindennapi élethez ad nekik erőt. Ami azért szerintem nagyon komoly. Mert egy komoly beteg embernek már ahhoz is erők, amit mi nem tudunk elképzelni, hogy kiszálljon esetleg az ágyból, és elkezdje a napját. És mikor nekem egy ilyen rajongónk azt mondta, hogy ő csak úgy tudja a napját elkezdeni, hogy Ektomorfot hallgat, akkor azt mondtam, hogy respect. Tehát ez nagyon komoly. Most igazából nagyon kevés lenne az idő elmondani azt, hogy ez az egész hogy kezdődött, de Mezőkovácsházán kezdődött egy kis faluba. Nem tudom, hogy valaki ismeri, Békés megyébe. Nem nagyon. Igen, Györgyi ismeri. Ez onnan kezdődött ez az egész, és nehéz volt az út. Igazából most is az, de a zenekar elérte azt, hogy most már nemzetközi szinten vagyunk ismertek. Ebben az évben azt is elértük, hogy volt amerikai turnénk. Például Németországban nagyon ismertek vagyunk. Európában nagyon erős a zenekar. Itthon annyira sajnos nem. Ez nem tudom, talán az, hogy a saját hazádban nem lesz proféta, ez valamilyen szinten, így valamilyen szinten igaz, de ebbe az évbe ez is megdőlt. Tehát most többet játszunk, most már itthon, ma is itt vagyok, amiért hálás vagyok. És tehát nehéz volt az út. Nagyon sokszor az volt, hogy megpróbáltak lehúzni, lebeszélni arról, mit csinálok. És persze rengeteg rossz akaró és irigy. Úgyhogy láttam itt egy olyan feliratot, ugye, hogy a harag az egy adomány, anger is a gift, és valamilyen szinten azt mondom, hogy ez így van. Tudom, hogy itt igazándiból a békességről van szó, meg arról, hogy ne legyünk frusztráltak, de valamilyen szinten én azt kell, hogy mondjam, hogy engem a haragom vitt előre. Tehát akkor, mikor nekem rosszat tettek, vagy akkor, mikor engem megpróbáltak elnyomni, az engem erősített. És ehhez kellett a haragom. Persze a jó irányba használva. Úgymond a mi zenénk nagyon agresszív, de ezt az agressziót inkább energiának hívnám, erőnek.
Ugye ezt egy lírai dalban nem tudom elmondani, hogy mit érzek akkor, mikor valaki be akar nekem tenni, az utamba áll, vagy esetleg kinevet. Gondolom, ez már sok mindenkivel megtörtént, hogy valamit elkezdett csinálni, és kinevetnek. Ugye hallottam ezt itt ma, mikor itt ültem egy-két előadásba, és én azt mondom, hogy mikor ilyen van, akkor megpróbálnak az emberek semmibe venni, akkor ezt ignorálni kell. Nagyon nehéz, de csak így lehet elérni valamit, én azt mondom. Különösen, és ez nem csak a zenére igaz, tehát én azt mondom, hogyha bármit csinál az ember, lehet akár egy pék, vagy bármi, érted? Tehát én azt mondom, hogy akkor is csak, ha szereted, amit csinálsz, vagy hiszel benne, akkor végig kell csinálni. Úgyhogy rengeteg olyan példa volt az életben, amikor nekem azt mondták, hogy ez lehetetlen, én megcsináltam. Persze ez nem úgy volt mindig, hogy egyedül csináltam, meg ott állt mellettem a zenekarom, vagy ott állt mellettem a család, de ők se hittek mindig bennem. Tehát annak idején, mikor elkezdtem ezt a zenét, elkezdtem gitározni, akkor a szüleim teljes mértékben ellene voltak. Hát emlékszek rá, amikor apám bejött a szobába, és ugye a súlyát az nekem nem ment túl jól. Most, ugye itt egy tanárnő. Hát nem ment jól a súly, sajnos ez volt. De ez azért volt, mert nem érdekelt. Tehát engem a zene érdekelt, és az, amit ott tanultam, ugye akkor még énekzene órák voltak, az valahogy nem az volt a tananyagban, amit én szerettem volna hallani. Úgyhogy én akkor is úgy voltam vele, hogy a saját utamat fogom járni. És azt mondom, hogy pont ami itt van, ugye most oda van írva, hogy Outcast, ami az egyik lemezünk címe, és egyébként a könyvnek is a címe lesz, amit az életemről írtak, ami úgy szintén egy megtiszteltetés számomra, mert ugye amit mi csinálunk, ez nem populáris, és nem is... Nem hallod minden nap, nem látod minden nap, és most tényleg most eljutott arra szintre, hogy nagyon sok ember ír nekem, hogy példának veszi. Például nekem volt egy ilyen betegség, amit úgy hívnak, hogy pánikbetegség, amit nem tudom, hogy ismertek, de szerintem ezt azért vágják egy páran. És ezt nagyon nehéz volt legyőzni. Fulladtam, úgy éreztem, hogy meg fogok halni, és tehát ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. Sokan úgy gondolják, hogy ez semmi, mert ez az egész csak a fejedben van. Igazániból ez így is van. Ez tényleg csak a fejedben van, de ugyanúgy, mint például a zenében, ezt is eldöntöttem, hogy nekem erre nincs szükségem, ezt le kell győznöm, mert ez engem csak lefele húz, hátratól, és nem engedi azt, hogy éljek. És legyőztem. Nem volt egyszerű, 15 év. 15 évig voltam pánikbeteg. Most erről így jól beszélni, ugye most itt állok kint, ezt egy pár éve nem tudtam volna megcsinálni így. Pedig hát igazándiból, tehát ebből élek, ez a mindenem, ez a munkám, hogy emberek előtt álljak, és úgymond szórakoztassak. Mármint akik ezt szórakoztatásnak veszik. Amit most nem lenni, tehát ezt most tudom, hogy most saját magam ellen beszélek, de igazándiból ez egy nagyon kemény zene, de nagyon sok embernek, mint mondtam, ez energia és erő. És szerintem erre szükség van. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen kell az, hogy éljünk. Szóval én azt mondom, hogy például itt tudunk most mindannyian, és ez a témakör itt van, ami a konferencia az egészről. Tehát szerintem csak annyit szeretnék mondani, hogy mindig higgyetek magatokba, és hogy soha ne adjátok fel. Mert én azt mondom, hogy ami nem öl meg, az erősebbé tesz. Az a stílus, amit én csinálok, meg ahogy én kinézzek, ezt nem sok helyen fogadják el. Sőt, ezt inkább lenézik, vagy elutasítják. És most már jutott arra a szintre a zenekar, hogy ugye ma itt vagyok, tévékbe is meghívtak, már most íródik egy könyv. Ez számomra tök hihetetlen. Tehát ezt soha nem gondoltam. Azt, hogy ez a gitár valamikor elkészül a számomra. Tehát voltak olyan idők, mikor arra, tehát én ezt el tudtam volna képzelni, hogy vegyek magamnak egy ilyen gitárt, és most itt van a nevemen. Nagyon komoly. Meghívtak Frankfurtba a hangszerkiállításra, ahol a legnagyobb gyerekkori hőseimmel együtt dedikálhattam, utána együtt partiztunk, ez számomra hihetetlen volt, és ezt el lehet érni. Csak nagyon keményen kell benne hinni. És szerintem tök, hogy ez így most ennyien összegyűltünk, és hogy erről beszélünk, mert ahogy beszéltük a Györgyével, nagyon sok ember nem hisz ebben, nem hisz önmagába. És ott kezdődik a legnagyobb probléma akkor, amikor valaki egyáltalán nem hisz önmagában, nem hisz abban, hogy elérheti a dolgait. Tehát onnantól kezdve már jön az, hogy kihasználják, elnyomják, belerúgnak. És jó, mondjuk mindenkiből nem lehet ilyen vagy olyan sztár, de mindenki elérheti azt, amit akar.
És nekem azt mondták, hogy én erre egy példa vagyok, ennek örülök. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani, nagyon szépen köszönöm.